fejlesztés Tisza-Nagyfaluban, új bölcsőde épült és felújították az óvodát is. Kicsi az érdeklődés, megyénkben töltötték ki eddig a legkevesebben a népszámlálási kérdőívet. Amerikában jártam, Ecuadorban jártak a Nyíregyházi Egyetem kutatói. Új bölcsőde épült Tisza-Nagyfaluban, 12 kisgyermek töltheti korszerű körülmények között mindennapjait a településen, a 162 millió forintos beruházáshoz pályázati forrást vett igénybe a helyi önkormányzat. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A bölcsődével párhuzamosan megújult az óvoda is, ahova 94 gyermek jár. Ide a környező településekről is hoznak kicsiket, fejlesztik az ivóvíz hálózatot is Tisza-Nagyfaluban. Mind a 12 bölcsödésnek megvan már a jele a tiszanagyfalui bölcsödében. És a répafőzelék is megérkezett. Hamarosan ebédelhetnek a gyerekek, akik épp a beszoktatás időszakában vannak, ezért jelenleg csak 4-en játszanak a vadonatúj játékokkal. Álmodtunk, és az álom valóra vált. Ez egy csoportszobás, 12 férőhelyes bölcsőde, nem volt korábban ilyen a településen. Teltházzal indultunk, sőt már várólistánk is van, és így tudjuk megoldani azt, hogy a 3 éves korig a gyerekek el legyenek látva, mert az óvodában csak 2,5 éves kortól tudjuk őket fogadni, és ez az utóbbi időben bizonyítottan már kevés volt, tehát a 2,5 és 3 éves kor közötti gyerekek ellátása, mert így ez egy családbarát intézmény, így, és így a fiatalokat a felelős családalapításhoz ez megalapozza, és az anyáknak segítség a munka világába, a piacra való kijutásra, és ez a családoknak anyagi biztonságot is nyújt. Tisza-Nagyfaluban évente 15-16 gyermek születik, ami az utóbbi évek kedvező családpolitikájának is köszönhető, fogalmazott a polgármester, aki szerint Tisza-Nagyfaluban népszerűek a pedagógiai intézmények. Így a fiatal párok szívesebben teremtenek otthont a településen. Egy régi családi ház helyén épült a 180 négyzetméter alapterületű bölcsőde, amely a mai korszerű energetikai feltételeknek is megfelel. A beruházás topos forrásból mintegy 162 millió forintból valósult meg. A bölcsőde mellett idén az óvodában is jelentős felújítási munkálatok zajlottak. A felújítás és fejlesztés az belügyminisztériumi támogatásból valósult meg. Ennek az értéke körülbelül 45 millió forint. A felújítás tartalmazta egy új fejlesztőszoba kiépítését, a dolgozóknak a szociális helyiségének a kiépítését, és ami a legfontosabb, napjainkban talán a legeslegfontosabb, a korszerű fűtéstechnológiát. Az önkormányzat önerőből az energiaválságra való tekintettel egy vegyes tüzelési kazánt is beépített a fejlesztésbe. Ezen kívül megvalósult még a vizes blokkoknak a felújítása, a kiegészítő helyiségeknek, a folyosónak a burkolása, festése. Az óvoda jelenleg 94 fővel működik. A polgármester szerint soha nem volt még ilyen magas a gyermeklétszám. A környező településekről is számos gyermek veszi igénybe az óvodai nevelést Tisza-Nagyfaluban és a településhez tartozó Virányosi intézményben egyaránt. Az épület 1985-ben épült, és 2005-ben is átesett egy nagyobb felújításon. Ekkor a tetőszerkezetet szigetelték, valamint a nyílászárókat cserélték ki. A polgármester elmondta, jelenleg is elbírálásra vár egy pályázatuk, pozitív döntés esetén az óvoda egy tornaszobával tudna bővülni. Nem terveznek rendkívüli intézkedéseket bevezetni az energiaválság miatt fényes Litkén. A település polgármestere 35 perc című műsorunkban azt mondta, baj esetén még nagyobb szükség van a közösségre, ezért nem bezárják a művelődési házat, hanem közösségi programokat szerveznek benne. Márta Mihály Tibor arról is beszélt, hogy napokon belül átadják azt a logisztikai központot, amely jelentős fejlődést jelent fényes Litkén. Nyáron már a próbaüzem kezdődött el Fényeslitkén az East-West Gate intermodális terminálban. Az Európában is egyedülálló központban teljesen gépesített rendszerben rakják át a vasúti rakományokat egyik szállítási eszközről a másikra.
A terminálban jól képzett fiatalok dolgoznak, akiknek többsége a településen folytatja majd életét. Így hatással lesz Fényes Litke mindennapjaira, mondta 35 perc című műsorunkban Márta Mihály Tibor polgármester. Egy komoly munkakultúrát hozott be a térségbe, ami kihívás a többi nagybefektetőnek, aki már jelenleg van Kisvárda, illetve abban a térségben, ahol nem csak, ahogy nagyon jól mondta a befektető, hogy az, hogy csúcs technológiát 40 milliárdot beleköltöttek és nyitott felülről, tehát azt jelenti, ami kell, az lényegtelen mennyibe kerül, de amellett legfontosabbnak a csúcs technológia mellett az ember tartja, és hiszen orvosi rendelő, fogorvosi rendelő van, fehér öltöző van, azt jelenti, minden szolgált után tiszta ruhát kapnak az emberek, tehát tényleg az ember az első a technológia helyett. Pedig ma már ugye Nyugat-Európában az a jellemző, hogy a csúcs technológia, ilyen hard, meg ilyen soft dolgokról beszélgetünk, igazán az emberről legkevésbé, és ez egy kiemelten egy jó beruházás, egy mintát ad a térségünkbe lévő befektetőknek is, hogy lehet jönni, ez a színvonal, fel van a lésztéve. A helyi képviselőtestület foglalkozott már a kialakult energiaválsággal és az emelkedő rezsiköltségekkel is. A polgármester azt mondta, másokkal ellentétben ők nem tervezik intézményeik ideiglenes bezárását. Nálunk például az intézményeket úgy fogjuk, most akármilyen rezsicsökkenés lesz, igenis mi például a futball VB-re, a művelődési háznál szurkolói rendezvényt fogunk tartani, tehát pontosan most nem kell bezárni a közintézményeket. Ezt mondom a kollégáimnak is, hogyha hallják a televízióban, hogy teljesen másképpen akarjuk felül a lovat, mert most kell igazán még jobban a közösségre odafigyelni ebben a nehéz időszakban, hogy hitet, reményt adjunk az embereknek, illetve tanácsot, ötletet, amit a magunk módján tudunk. Természetesen, ha nincs energia, akkor nem, de akkor is van kiút, akkor össze fogunk bújni, bocsánat, mint a pingvinek, akkor se fogunk megfagyni. Sőt, a településen nagyszabású, 6 utcát érintő csapadékvíz elvezetési fejlesztés indul. A csaknem 500 millió forintos program várhatóan a jövő év nyarára készül el. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből töltötték ki eddig a legkevesebben a népszámlálási kérdőívet. Nálunk 32%-os az arány, míg országosan a megkérdezettek 39%-a küldte már vissza elektronikusan az ívet. Vasárnap éjfélig lehet online kitölteni a népszámlálási kérdőíveket, utána kérdezőbiztosok keresik fel a háztartásokat. Alig több mint 3 nap maradt arra, hogy kitöltsük a népszámlálási kérdőívet. Vasárnap éjfélig küldhető vissza online a dokumentum. A hozzáféréshez az a felkérő levél szükséges, amelyet szeptember végéig postázott ki a magyarországi lakcímekre a Központi Statisztikai Hivatal. Ebben található az adott címhez tartozó 12 jegyű belépési kód. Aki nem kapott vagy nem találja ezt a papír alapú értesítőt, az interneten keresztül is igényelheti a kitöltéshez szükséges számsort. A népszámlálás 2022.hu oldalon. Ha valaki erre az oldalra ellátogat, akkor ott van egyrészt egy lehetőség arra, hogy kitöltöm most, tehát akkor ki lehet tölteni a kérdőívet a 12 jegyű kódnak a birtokában, másrészt pedig ott lehet alatta belépési kódot igényelni. A belépési kód igényléséhez szükség van ügyfélkapus elérésre egyébként, illetve ügyfélkapus kapcsolatra. Aki nem rendelkezik ilyennel, ott azt javasoljuk, hogy kérje meg a családtagját, ismerősét, hogy igényeljen belépési kódot. Elképzelhető olyan eset is, hogy valakinek több lakása van, és mondjuk az egyik lakás az üresen áll, és nem akar oda elutazni emiatt a belépési kód miatt, akkor ebben az esetben is lehetőség van új kódnak az igénylésére. Igényléskor meg kell adni majd azt a címet, ahova kérjük a belépési kódot, illetve egy e-mail címet, ahova megérkezik ez a belépési kód. A népszámlálás online szakasza október 1-én indult. Az elmúlt 12 napban, csütörtök reggel 8 óráig, közel 2 millió címről mintegy 4,2 millió személyi kérdőív érkezett a rendszerbe. A népszámlálásban 5 millió cím érintett, vagyis országosan a dokumentumok 39%-át küldte vissza a lakosság. A területi adatok ennél beszédesebbek. A kitöltési arány a dunántúli megyékben jóval magasabb, mint a keleti régióban. Szabolcs-Szatmár-Bereg a megyék összesítésében egyelőre sereghajtó. A megyék közül egyébként Győr-Moson-Sopron megyében a legmagasabb kitöltési arány, több mint 45%, a második Pest megye 44%, a harmadik pedig Fejér megye 43%-kal. Az a rossz hírem, hogy egyelőre a megyék közül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll az utolsó helyen, itt 32%-os a kitöltés.
Ezzel ellentétben Nyíregyházán, tehát a megyeszékhelyen az átlagnál magasabb, 41%-a a lakosoknak már kitöltötte a kérdőívet, tehát beküldte mind a lakás, mind a személyi kérdőíveit. A kisebb szabolcs-szatmár-beregi településekről tehát alig érkeztek be eddig kérdőívek. Fontos, hogy azokat, akik nem élnek az online kitöltési lehetőséggel, október 17-től számlálóbiztosok keresik majd fel a megadott címen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legfrissebb információk szerint megvannak a számlálóbiztosok. Ugye az, hogy egy számlálóbiztos mennyi címre fog ellátogatni, az nagyban függ attól, hogy mekkora volt ugye az online kitöltési arány. Nagyjából 120-140 címet fog majd fellátogatni, illetve meglátogatni egy számlálóbiztos. Aki viszont szeretne még jelentkezni számlálóbiztosnak, én azt tanácsolom neki, hogy jelentkezzen a polgármesteri hivatalban a jegyzőnél. Lehetségesek olyan esetek, amikor valaki visszamondja különböző okok miatt a számlálóbiztos jelentkezését. Ebben az esetben nem árt, hogyha vannak tartalék számlálóbiztosaink is. A számlálóbiztosi terepmunka október 17-e és november 20-a között zajlik. Amennyiben az adatszolgáltató sem online, sem a kérdezőbiztos segítségével nem töltötte ki a kérdőívet, akkor november 28-áig a település polgármesteri hivatalában kell jelentkeznie a pótösszeírásra. Kéthetes nemzetközi tanulmányúton vett részt Ecuadorban a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének 3 oktatója. Az Erasmus Plus csereprogram keretében kiutazó Szabó Sándor, Szép Tibor és Fekete Tibor kutatási és oktatási munkáiról tartott előadást, illetve megismerkedtek vendéglátó egyetemük szakmai munkájával. A csoportkép a Nyíregyházi Egyetem és az Universidad Politecnica Salesiana oktatóival Ecuadorban. Nyár végén a dél-amerikai országból érkezett delegáció Nyíregyházára, az elmúlt hetekben pedig a Környezettudományi Intézet 3 oktatója, Szabó Sándor, Szép Tibor és Fekete Tibor látogatott el Ecuadorba az Erasmus Plus csereprogram keretében. Szabó Sándor néhány nappal a hazaérkezés után mesélt ottani tapasztalatairól és a tanulmányút lényegéről. A kinti egyetemnek van összesen 3, mondhatni az, hogy kampusza, Kítóban, Kenkában és Guayaquilben, és akkor mi meglátogattuk a Kítói, illetve Kenkai kampuszt. Ott elő különböző kutatási témáinkról tartottunk előadásokat, tárgyaltunk az ott levő rektorok, rektorhelyettesek, intézetvezetőkkel arról, hogy milyen érdeke van az ottani egyetem diákjainak átjönni Nyíregyházára tanulni, akár egy fél évet, vagy akár 2 évet, 3 évet, vagy akár PhD-zni, PhD tanulmányokat folytatni itt, illetve tehát ezekről a dolgokról beszéltünk, illetve arról, hogy melyek azok a közös pontok, amelyek a kutatásban létrejöhetnek a két egyetem kollégái között. A Nyíregyházi Egyetem oktatói nem csak szakmai kutató munkában vettek részt, hanem élményeket is szereztek. Felfedezték a hegységek és fennsíkok természeti látványosságait, és tanulmányozták az ország növény- és állatvilágát. Mint azt Szabó Sándor elmondta, Ecuador társadalmának jelentős hányada él mély szegénységben, akik ugyanakkor nagyon pozitív szemlélettel élik a mindennapokat. Emellett megdöbbentő volt a magyar delegáció számára, hogy szinte minden üzletet és intézményt fegyveres biztonsági őrök felügyeltek. Nagyon szigorú szervezetrendszer szerint működik a kinti egyetem. Nagyon kemény biztonsági, illetve személyvédelmi háttere van az egyetemnek. Nagyon fókuszáltak az alkalmazott kutatások területén. Tehát ebben mindenképpen nagyon erősek. A Magyar Egyetemnek viszont az előnye tudományos területen sokkal jobban, nagyobb teljesítményt tudunk nyújtani. Eleve az itt levő kollégáknak az angol nyelvű kompetenciája, az angol nyelvi készsége az erős, nagyon erős. Ott egy kicsit ebbe van mit behozni. És meg annyi olyan dolog van, ami itt érték, ott még elérendő dolog, illetve ott érték, és mi ezt megpróbáljuk megvalósítani. A felek között kialakult szoros szakmai és baráti kapcsolatra szeretnének a jövőben is építeni.
Már most ősztől a Környezettudományi Intézet segítségére lesz például az Ekvádori Egyetem egy ultramodern távérzékelője is. Ezzel a térség vonuló madarainak mozgását tudják elemezni a szakemberek, hozzájárulva például a parti fecske populáció megmentéséhez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Vádat emelt a megyei főügyészség az ellen a 30 éves anya ellen, aki tavaly nyáron magára hagyta 6 gyermekét saját otthonában és buszra szállt, hogy egy másik településen bevásároljon. A felügyelet nélkül maradt gyerekek közül az egyik, egy 5 éves kisfiú a szekrényről levett egy levélnyi epilepszia elleni gyógyszert, amelyből olyan mennyiséget fogyasztott el, hogy életveszélyes állapotba került. Életét csak a kórházban tudták megmenteni. A főügyészség most vádemelési javaslattal adta át az ügyet a bíróságnak. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje az édesanyját, mégpedig gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés vétsége és rendbeli kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt. Továbbá azt is indítványozta az ügyészség, hogy tiltsa el minden olyan foglalkozástól a nőt a bíróság, ahol kiskorúakkal, tehát 18 éven aluljakkal kerülne kapcsolatba, őket nevelni, felügyelni, gondozná. És még egy indítványt tettünk, mégpedig azt, hogy a szülői felügyeleti jogát a bíróság valamennyi gyermek vonatkozásában szüntesse meg. Egyébként a gyámhatóság időközben nevelésbe vette a gyermekeket, és már nem a szülők háztartásában élnek. Vereséget szenvedett a szezon első hazai meccsén a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a kék cápák az NB1 átcsoportos bajnokság harmadik fordulójában a szolnoki Olajbányászt fogadták, és a vendégek 87-81-es győzelemmel távoztak a Continental Arénából. A nyíregyháziak szombaton Szombathelyen lépnek pályára. A hazaiak két vereséggel, a vendégek két győzelemmel indították a szezont, és a szerdai meccset is a Szolnok kezdte jobban. Az első negyed végére 7 pontos előnyt szereztek a 3 pontosokra építő tiszapartiak. A második negyedben is hasonló mederben folyt a játék egészen az utolsó percekig. Akkor egy 11-0-ás rohamot produkáltak a cápák, és csak azért 3 pontos előnnyel vonultak le a nagy szünetre, mert Dolecsáj ritkán látható kosarát némi videózás után visszavonták a játékvezetők. Fordulás után fejfej mellett haladtak a felek, olyannyira, hogy a záró 10 perc 59-59-es állásnál kezdődött. Az utolsó percig nyílt volt a mérkőzés, a hajrá azonban a rutinosabb szolnokiaknak sikerült jobban, így a Nyíregyháza a szoros meccsen is, de elszenvedte a harmadik vereségét a szezonban. Nagyon jó energiával kezdtünk, azt gondolom, hogy ami nagyon fontos volt, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy megérkezünk a bajnokságba, szóval az első két meccsen nem sikerült, most úgy gondolom, hogy abszolút sikerült. Sajnos pár olyan buta hibát elkövettünk fautokkal, nagyon sokszor odállítottuk feleslegesen a Szolnokot a büntetővonalra, amivel ők éltek, hiszen 29 büntetőből 24-et bedobtak, de még egyszer mondom, ez a mi hibánk volt, hogy nagyon sokszor feleslegesen odállítottuk őket, illetve nagyon nehéz dobásokat kellett a végjátékban bedobniuk, hogy megnyerjék ezt a meccset, tehát elismerésem mindkét csapatnak, mert szerintem egy nagyon jó mérkőzés volt. Még nem tartunk jelenleg ott, hogy egy bajnoki címre törő Szolnokot nem tökéletes játékkal meg tudjunk verni. Mint a vendégek edzője elmondta, a mérkőzés előtt is tudta, hogy nem lesz könnyű dolguk Nyíregyházán. It was tough game. Nagyon nehéz mérkőzés volt, ilyenre is számítottunk. Miután a Nyíregyháza elveszítette az első két mérkőzését, biztosak voltunk benne, hogy a hazaiak motiváltan és fizikálisan fognak játszani. Megérdemlik a gratulációt. Ami minket illet, két győzelem után érkeztünk. Nem volt igaza annak, aki esetleg azt hitte, hogy ez egy könnyű győzelem lesz. Nem játszottunk tökéletesen, de ez egy nagyon értékes győzelem idegenben. Legközelebb jobb energiával kell játszanunk, és védekezésben jobban kell teljesítenünk. A meccsen 16 pontot szerző Williams szerint előreléptek az előző két mérkőzésen mutatott teljesítményükhöz képest. Fiatal csapat vagyunk, ezért néhány dologban változtatnunk kellett az eddigi elképzeléseinken. Ez több esetben jól működött a mérkőzésen, de főleg a végjátékban hibákat követtünk el. Jó irányba tartunk, de ezeken még dolgoznunk kell. A forduló további eredményei a következők: Kecskemét Deac 87-69, Oroszlány Budapesti Honvéd 62-68, Zalaegerszeg Albafehérvár 70-76 és Kaposvár Atomerőműese 87-85. A kék cápák szombaton Szombathelyen lépnek pályára. Híradónk végén nézzük fő híreinket ismét néhány mondatban.
Új bölcsőde épült Tiszanagyfaluban, 12 kisgyermek töltheti korszerű körülmények között mindennapjait a településen. A 162 millió forintos beruházáshoz pályázati forrást vett igénybe a helyi önkormányzat. A bölcsődével párhuzamosan megújult az óvoda is, ahova 94 gyermek jár. Ide a környező településekről is hoznak kicsiket. Fejlesztik az ivóvízhálózatot is Tiszanagyfaluban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből töltötték ki eddig a legkevesebben a népszámlálási kérdőívet. Nálunk 32%-os az arány, míg országosan a megkérdezettek 39%-a küldte már vissza elektronikusan az ívet. Vasárnap éjfélig lehet online kitölteni a népszámlálási kérdőíveket, utána kérdezőbiztosok keresik fel a háztartásokat. Két hetes nemzetközi tanulmányúton vett részt Ecuadorban a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének három oktatója. Az Erasmus Plus csereprogram keretében kiutazó Szabó Sándor, Szép Tibor és Fekete Tibor kutatási és oktatási munkáiról tartott előadást, illetve megismerkedtek vendéglátó egyetemük szakmai munkájával. Október 13-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön éjszaka derült idő várható, eső nem lesz, a hőmérséklet 5 és 8 fok között alakul. Pénteken napközben beborul az ég, de csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 15-18 fok között alakul. A hétvégén a péntekihez hasonló borult, de csapadékmentes idő várható, 15-18 fok közötti hőmérséklettel.